következik. A napirendünk szerint 4B pontban kiküldött erőterjesztés. Püspökladány 2022-2036 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról, amely a víziközi szolgáltatásra kapcsolatos tartalmakat foglalja magában. Körünkben van Vida László területi vezető úr. Kedves vendégünk, kérdezem, kívánsz-e szóbeli kiegészést tenni a leírtakhoz kapcsolódóan? Nem, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nem kíván. TLB jelenlévő illetékesre kiegészítést tenni. A előterjesztés tartalmát tárgyalta a Városvezetési Környezetvédelmi Mezőgazdasági Bizottságunk. Kérdezem bizottságvezető urat, legyen kedves tájékoztatni a bizottsági véleményről. Köszönöm a szót, polgármester úr, valóban megtárgyaltuk az előterjesztést, és a bizottság a tervek jóváhagyását támogatja és javasolja. Jó, köszönöm szépen. Képviselőtársaimhoz fordulok, kíván-e valaki kérdezni az előterjesztés és hozzá kapcsolódó szakmai tartalmak, táblázatok vonatkozásában. Nem látok kérdezési szándékot. Kívánja képviselőtársunk közé véleményezni valaki az előterjesztés és a kapcsolt szakmai tartalmakat. Nem látok ilyen kezdeményezést. Szavazás helyzet van. Aki a határozati javaslatban foglaltakat támogatni tudja, illetve véleményt kíván formálni, legyen kedves most szavazni. Megállapítom a szavazás végeredményét, 11 igen, nem és tartózkodás nélkül, tehát egyhangon elfogadta a testületünk határozati javaslatban foglaltakat. Ez egy olyan tervezet, amely a ivóvízi szennyvízágazatok felújítási, pótlási, valamint beruházási tervezését képezik, és abban foglaltakat igyekszünk, illetve igyekeznek megvalósítani. Igenis fontos, hogy ezekkel foglalkozzanak, mert a szolgáltatás biztonsága, illetve a szolgáltatás minősége fontos városunk életében is. Bízom benne, hogy ezek a fejlesztések megvalósulhatnak. Köszönöm szépen a TRV képviselőnek a megjelenést, illetve a képviselőtársaimnak, hogy ebben megerősítették, szándékukat jelezték, hogy erősítsük meg a leírtakat. Köszönöm szépen. Soron következik a... Köszönjük szépen, viszontlátásra, szervusz! A 4C módosított időpontban került megtárgyalásra, soron következik a 4D előterjesztésünk, mely az állami számvevőszék előterjesztéséről, illetve ellenőrzéséről szól, azzal kapcsolatos észrevétel, visszajelzést tartalmazza. Mielőtt szót adnék a pénzügyi bizottság elnökének a bizottsági állásfoglásról, tájékoztatom kedves képviselőtársaimat, hogy az a levél, illetve tervezet, amelyet a előterjesztés kapcsán, amennyiben a képviselőtestület abban foglaltakat támogatja, elküldeni kívánunk a ÁSZ elnökének, az kiosztásra került, remélem mindenki megkapta. És akkor kérem, hogy a tárgyalásunk során az ebben foglaltakat is vegyük figyelembe, és ennek kapcsán alakítsuk ki álláspontunkat. Pénzügyi bizottság elnökének adom meg a szót, legyen szíves, tájékoztasson a bizottsági véleményekről. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A bizottságunk megtárgyalta és támogatja az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati javaslat első bekezdésének mondata folytatódjon az alábbi szövegrésze, azzal a feltétellel, hogy az előterjesztésben foglaltak kerüljenek megküldése az állami számvevőszék részére. Erre vonatkozóan a levél elkészült, és itt van most már az előterjesztés mellett. Köszönöm szépen. Bocsánat, értettem úgy, hogy az a kezdeményezés, amit a bizottság tett, akkor az is van mellett a levél formájában. Tehát a szövegszerű adatot, mert akkor nem kell, hogy módosítsuk. Jól értelmezem? Tehát kell, elvisogattuk el. Úgy fogadtátok el, értem, akkor tulajdonképpen akkor
Másképp értelmezem, akkor ezzel előbb is teszünk a bizottság kérdésén. Igen, az alá kerüljön meg. Értem, köszönöm szépen. Jó, jó, rendben van, köszönöm szépen. Megértettem. Képviselőtestület tagjához fordulok, kíván valaki kérdezni? Balázs Sándor képviselőről kérdez. Polgármester úr, én az állami számvevőszéknek a leveléből idéznék egy sort, amiben konkrétan ezt írja. Az ellenőrzés az önkormányzatnál intézkedést és kezelést igénylő kockázatot állapított meg. Az önkormányzat nettó működési jövedelme 2018 és 2019 évben negatív értékű volt. És ezzel kapcsolatban kérdezném meg azt, hogy nem gondoljuk azt, hogy eljött az az idő, amikor a lakosságot tájékoztatni kellene, ahol a lakosságnak a tudtára kellene adni, hogy jelen pillanatban milyen gondokkal küzd városunk, és én ezt javasolnám ennek a bizonyos lakossági fórumnak a megtartását, hisz nagyon sok az elégedetlen ember, nagyon sok, aki kritizál, de én azt gondolom, hogy a részletes tájékoztatás minden ítélőt megillet, és azt gondolom, hogy sokkal kevesebb rémhír, álhír kerülne ki, hogyha ezt valamikor, valamilyen formában egy ilyen nyílt lakossági fórumon felvázolnánk, elmondanánk, hogy hol tartunk jelen pillanatban. Tehát kérdezném, hogy nem-e fontolgatjuk, hogy megtartjuk azt a bizonyos lakossági tájékoztatót. Nevezhetjük lakossági fórumnak, vagy aminek tetszik, de én úgy gondolom, hogy ezeknek a most tárgyalt ügyeknek is a nyílt lakosság szintű ismertetése fontos lenne és szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. A javaslata, bocsánat, kérdés, ez még kérdés volt, igen, de javaslat is megfogalmazódott. A kérdés az ha jól értettem, a egyik idézett mondathoz kapcsolódik, hogy ezt helyre tegyük, szeretném, hogyha, illetve kérem Pandorék irodavező asszonyt, hogy szakmai álláspontot legyen kedves ismertetni a tekintetben. Tehát ahogy az előterjesztésben is ismertettük, illetve a zászlevel is tartalmazza, hogy ez a nettó működés jövedelem mit akar. Viszont az államháztartásról szóló törvény, annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet, illetve az államháztartás számviteléről szóló törvény mind engedélyezi, hogy a költségvetés a belső hiány fedezetére maradvány bevonható lehessen. És az elmúlt években is elég nagy maradvánnyal működött az önkormányzat. A maradványt ugye mi megosztjuk működési és felhalmozási célra, és ez a működési maradvány minden esetben bevonásra is kerül a működés egyensúly biztosítására. Ezért is vezettük le a táblázatban, hogy amennyiben a működési maradványt nyal is kalkulálunk, akkor ez a korrigált működési jövedelem minden esetben pozitív. És az is elhangzott, hogy ugye az ÁSZ-nak megy egy reagáló levél, ezt is kérte a bizottság, hogy ugye kapják meg itt a testületi ülésen. És a bizottságin elmondtam, hogy végülis az előterjesztés szövege átemelésre fog kerülni ebbe a levélbe. Tehát mi jelezni fogjuk az ÁSZ-nak, hogy nálunk ez a működési maradvány a 2019-es évet is pozitívvá teszi. És még egy mondat, tehát hogy a levélben is látható, hogy 322 város tekintetében folytatnak ellenőrzést. Ez egy elnöki figyelemfelhívó levél, mind a 322 város megkapja, és bizottságülésen azt is elmondtam, hogy tavaly is volt egy ilyen figyelemfelhívó levél, azt hiszem november körül, amikor például a szabályzatainkat ellenőrizték, és az akkori figyelemfelhívó levél azt tartalmazta, hogy nem, az önkormányzatunk nem rendelkezik elfogadott SMS-szel. Volt elfogadott SMS-ünk, fel is volt töltve a rendszerbe, tehát valószínűsíthető, hogy ez a levél egy általánosságban előforduló hibát jegyzett fel, és ezt erre hívja fel minden önkormányzatnak a figyelmét. Köszönöm. Köszönöm szépen szakmai válaszát. Kizsigmond képviselő úr, kérdez. Szót, polgármester úr. Tehát akkor ezt úgy értsem, hogy amit kér itt ez a Domokos László úr, hogy szükséges olyan meghatározott időtávra vonatkozó intézkedési terv, cselekvési terv összeállítása, amely a feltárt kockázatokat kezeli, és amit 15 napon belül el kell juttatni hozzá, akkor ilyet nem fogunk csinálni? Köszönöm szépen. Igen, szakmai válaszadásra kérem, irányvezető asszonyt. Ez a bizottságén is feljött, és a jogszabályban is úgy van, hogy amennyiben vezető kezében van a döntés, akkor 15 nap, illetve testületi döntés szükséges
szükségessége esetén testület soron következő ülése. Tehát itt egy képviselőtestületi döntés kell, most van a soron következő ülés. Egyébként a határozati javaslatnak a második bekezdése tartalmaz végül is egy intézkedést, hogy továbbra is hangsúlyt fektet a gazdálkodás érintő jogszabályra. A határidő az az azonnal, és a továbbra is pedig azt jelenti, hogy folyamatosan, tehát eddig is, és a továbbiakban is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, ez a probléma felvetése költő bizottságülésen, és magam is jelen voltam ott is, hogy én ezt a választ tudtuk adni. Én gondolom, hogy erre a felvetése a szakmai reakció a levélben foglaltak szerint megtörténik. Kíván-e valaki véleményt formálni? Kis Zsigmond képviselő vélemény, ez parancsolja. Köszönöm szót, polgármester úr. Hát én nem látom ilyen rogzáson a helyzetet, ezt elmondtam a bizottságülésen is. Én úgy gondolom, hogy a 322-ben, amik benne vagyunk, 3500-an meg nem kaptak ilyen levelet körülbelül. És amit már feszegettem itt a fél éves beszámolónál is, a likviditási ételőkkel kapcsolatban, én úgy gondolom, hogy hál' Istenem, mi csak figyelmeztetést kaptunk arra vonatkozóan, hogy hogy áll az önkormányzat likviditási helyzete, mert ha ezt megint csak pénzi szemmel nézem, azt jelenti, ez az állapot, ami most a mi önkormányzatunknál van, és valószínű, hogy erre hívja fel a figyelmet az ÁSZ, és én úgy gondolom, hogy csak ért egy kicsit ő is hozzá ezekhez a költségvetésekhez, hogy a likviditási hitelünk egész évben több mint 50%-a kihasználásra került, és ebben az évben nem is beszélünk, de már én csak arról beszélek, hogy nagy valószínűséggel elég hosszú távon ki is volt merítve. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy most már nem csak arról van szó, hogyha hirtelen valamit ki kell fizetni, akkor automatikusan átutalásra kerül az a számla tartozásnak az összege, hanem hosszú távon fennáll ez a tartozás, még ha egy-egy napra ki is egyenlítem, de átlagosan ez már nem likvid hitel, hanem ez egy hosszú lejáratú középtávú forgóeszköz hitelnek felelne meg. Amit elvileg ugye nem engedély ez a kormány. És igaz, hogy mindig kitaláljuk a módját, hogy a hónap vagy a év végén egy napra, vagy két napra, vagy öt napra kiegyenlítjük a teljes összeget, hogy megfeleljünk a kormány határozatának, de sajnos nagy golomenében ugye ez nem teljesül, és ez a tartozás ugye folyamatosan nehezíti az önkormányzat működését. És örülnek, hogy ilyen levelet írtak, hogy felhívták a figyelmünket, de sajnos késő jött ez a levél, mert ahhoz képest már elég komoly hitelállománnyal bír az önkormányzat. És ezeknek a hiteltörlesztése még ezután fog majd bepörögni. Úgyhogy én nem látom ilyen rózsásan a dolgot. Jó. Köszönöm szépen képviselő úr véleményét. Ő engedje meg, hogy kérjem, hogy maradjunk a konkrét előterjesztés tartalmánál, és engedje meg, hogy irányítson figyelmet arra, hogy ez 2018 és 2019-es állapotokról szól, arra kell reagálnunk. Tehát az egy dolog, hogy ön tovább gondolja, és 21-es aggodalmait folytatja itt. Köszönjük az együttgondolkodást, de 18-19-re kell most reagálnunk, és azt tettük meg, bízom benne, hogy az ÁSZ ezt fogja méltányolni, hogy szakmai választatunk a felvetésükre. Köszönöm szépen. Kíván-e valaki további véleményt formálni? Balázs Sándor úr véleményez. Köszönöm. Hát én sem látom annyira rózsásnak. Én pontosan ezért gondolom azt, hogy a lakosság tájékoztatása fontos lenne. Én nekem az imént volt egy javaslatom, ezen egy kicsit túlsítottunk. Én azt gondolom, hogy azért azzal foglalkozni kellene, mert valaki meg fogja nézni ezt a testületi ülést, aztán megint megjelennek a Facebookon azok a fajta írások, aminek semmi értelme, semmi keresnivalója nem lenne ott. Tehát én nem gondolom azt, hogy ennek nem lehetne elébe menni azzal, hogy tájékoztatnánk a lakosságot, és esetleg nem ott folyna ez a bizonyos adok-kapuk vitatkozók, hanem mindenki tárgyilagosan tudomást szerezhet róla, ha érdekli és elmegy, hogy mi történik a városunkban, mi történik a KFT-nkben, és milyen problémákkal küzdünk, és akkor utána ezek az úgymond találgatások, meg én jobban tudom, én majd megírom a tutit, ezek szerintem alább hagynának, mert én azt gondolom, hogy ennek se sorja. Tehát én ezt szeretném most is javasolni, hogy menjünk elébe a dolgoknak azzal, hogy tájékoztassuk az embereket megfelelően. Köszönöm. Köszönöm szépen, meg fogjuk gondolni képviselő úr javaslatát. Még egyszer mondom, térjünk vissza a konkrét előterjesztési tartalomhoz. Aki ehhez kapcsolatban kíván további véleményt megfogalmazni, legyen kedves, tegye meg.
Nem látok kezdeményezést, szavazás helyzetben vagyunk. Aki a leírtak szerint javaslat azzal a kiegészítéssel, amit a pénzügyi bizottság elnöke megfogalmazott, ezzel a javaslattal egyetért, kérem, most nyilvánítsa a véleményt róla. Megállt a szavazás eredménye, 9 igen és 2 tartózkodás mellett születünk előterjesztés módosított, kiegészített az javaslatát elfogadta. Köszönöm szépen, haladunk tovább. Soron következik a 9. E napi rendi pont, amely előterjesztés intézmények átszervezésének véleményezéséről, amelyet tulajdonképpen képviselőtársaim valamilyen apropóval más előterjesztések kapcsán már előrevetítettek. Itt konkrétan arról van szó, hogy korábban testületünk állásfoglalt, hogy tekintsük át intézményeink működését, illetve bizonyos esetleges továbbfejlesztés, továbblépés, hatékonyság nevelő lépések érdekében gondoljuk át bizonyos tartalmakat. Itt erről van szó a leírtak szerint, és ezek elvi döntések lehetnek. A konkrét részletek kidolgozása után természetesen a képviselőtestület minden részlet vonatkozásában, ha tájékozódott, akkor hozhat felelős döntést. Az előterjesztés tartalmát a pénzügyi ügyrendi bizottság megtárgyalta. Kérem bizottságvezető urat, ismertesse a bizottsági véleményt. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Bizottságunk megtárgyalta az előterjesztést, és támogatja azt az alábbi kiegészítéssel. A határozati javaslatban az intézmény átszervezést hajt végre szövegrész helyett, intézmény átszervezést tervez végrehajtani szövegrész szerepeljen, illetve a határozati javaslatban szereplő dátum szeptember 22-30-a helyett. Rendben van, köszönöm szépen. Kérdések következhetnek. Kis Zsigmond képviselő kérdez. Köszönöm szépen, polgármester úr, csak a tévénézők kedvéért mondom el, hogy a gazdasági ellátószervezetről van szó, az Egyesített Óvoda Intézményről, a Tájékoztató Közművelési Központ Könyvtár és Múzeumról, valamint a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központról van most jelenleg szó, itt ahol több száz embernek a sorsáról próbálom mostan dönteni, vagy előkészítést tenni. Az a kérdésem, hogy mi a szándék ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban, mert ugye korábban azt tapasztaltuk, hogy a Városi Üzemeltető Kft-nél, ahol elég tetemes adóssághalmaz merült fel, ott nem akarunk semmilyen átszervezést tenni. Én csak az elvekkel van problémám. Itt pedig négy olyan intézményről beszélünk, ahol korábbi években, vagy az elmúlt időszakban elég komoly nyereséget vontunk el, amit az önkormányzat a saját önként vállalt feladataira költött el. Ugye elvettük az óvodától, elvettük a gazdasági ellátó szervezettől, aki ugye a gyerekek, a iskolásoknak a konyháját üzemelteti, és ez más célra használtuk fel, és ezeket ugyanúgy jól működik szerintem a Segítőkezek intézményhálózat is, és ugyanolyan jól működik, gazdálkodik a Tájékoztató Központ is. És most ezeket a jól működő intézményeket át akarjuk szervezni. Ezért kérdezem, mi indokolja, és mi a cél? Ha nem érte esetleg polgármester úr, kifejtem bővebben, embereket akarunk elküldeni? Én leszem, hogy nem értem. Vagy pedig össze akarunk vonni dolgokat? Köszönöm, kérdésem értem a kérdését valószínűleg. Balázs Sándor képviselő kérdez. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én arra lennék kíváncsi, hogy készült-e valamiféle tanulmány, hogy mekkora előnyökkel járna az, hogyha ezt a geszt mondjuk átszerveznénk, és mondjuk teljesen más működési formába kezdenénk el működtetni. Tehát én arra lennék kíváncsi, hogy valamikor is, mikor ez a gondolat fölmerült, mi volt az a sarkalatos pont, amikor azt mondta valaki, hogy ezt bizony át kell szervezni. Mert én nem igazából értettem ezt az előterjesztést sem, amikor hozzácsatoltak egy 2007-es anyagot. Tehát én nem igazán értem, hogy ennek most mi keresni valója van itt. Meggondolom, valaki ezt meg tudja magyarázni, hogy miért egy 2007-ből vettünk elő egy anyagot, amit aláteszünk ennek magyarázatnak. Illetve
A kérdés lényege az lenne, hogy készült-e valamiféle tanulmányterv arról, hogy mit takarítanánk meg azzal, hogy átalakítást hajtunk végre, vagy mitől működne ez jobban, ha az átalakítás megtörténne. Tehát erre lennék kíváncsi, hogy van-e ilyen tanulmányterv, készült-e vala. Köszönöm szépen a kérdését, képviselő úr. Nem látok további kérdési szándékot. Köszönöm, hogy részben megválaszolta a Kizsigmond képviselő kérdését, tehát a gazdasági állatos szervezet esetleges átszervezés, illetve bizonyos tartalmak módosításáról, a mostani gyakorlatilag tartalmak módosításáról lehet szó. Ahhoz, hogy tanulmány készüljön arra, hogy én is ilyen formában mennyiben lesz hatékonyabb, vagy lehet hatékonyabb egy szervezet működés, ennek tulajdonképpen a gazdasági feladatellátás milyen eleméket hozhat, ahhoz bizonyos szintű elvi állásfoglalásra van szükség. Kinek részéről? Képviselőtestület részéről. Itt tartunk, erről tárgyalunk. Korábban már volt ez irányú felvetés képviselőtestület részéről, hogy ezen gazdasági feladatellátás részletét, módját érdemes áttekinteni. Emlékeztetek többeket arra, hogy belső jelentések és más szakmai elemzések is és bizonyos olyan felvetéseket tettek, ami úgy gondolom, hogy szükségesé teszi ezeknek az átgondolását, újragondolását, és addig ne kongassuk a vészharangot, itt nem is igazán értem, hogy elbocsátásokról, meg egyebekről beszél, meg jó működés intézmények tönkretételről, ha jól értettem. Ezt nem értettem, nem azt nem értettem, hogy miről szól az előtt részt is, azt értem. Arról van szó, hogy a képviselőtestület felelősen gondolkodik intézményi vonatkozásában, és igyekszik a helyzetüket folyamatosan napirenden tartani olyan szinten, hogy áttekinteni, ahol esetleges észrevételi elképzeléseket, felvetések és elképzelések valósulnak meg, azokat célszerű áttekinteni. Azokat kell mérlegelni, hogy vajon ezek működőképesek lesznek-e, vagy lehetnek-e, és akkor kell tanulmánykészíteni, mikor ezek elkészültek. Tehát most nem a tanulmánykészítésre van, hanem arról, hogy van néhány intézményünk, amelynek a... És miért a GESZ 2007-es dokumentumai vannak itt? Emlékezetem szerint én akkor éppen képviselő vagy alpolgármester voltam, amikor ezt a gazdasági szervezetet egy teljesen más társadalmi, gazdasági és intézményi környezetben létrehoztuk. Időközben ez ellátta feladatát úgy, ahogy. Most nem kívánom minősíteni, ez nem pozitív, nem negatív jelző, amit mondok. És most van egy helyzet 2021-ben. Én nem látok ebben semmi ördögtől valót, hogy ezeket a mostani képviselőtestület napirendet tűzi, áttekinti, az esetleges szükséges változtatásokra javaslatot tesz, és természetesen ez a képviselőtestület fogja kimondani azt, hogy bizonyos lépéseket, esetleges részleges átszervezéseket megtegyünk, vagy ne tegyünk. Elvi döntésekről van szó, amíg ezt elvi döntést meg nem hozzuk, addig nem tudunk konkrét javaslatokat tenni. Összesen erről szól az előterjesztés, a 2007-től kezdődő dokumentumok csatolása pedig csak arról szólt, hogy akkor abban a környezetben milyen módon, milyen lépések mentén jött létre ez a gazdasági állatos szervezet, amely egy más szituációra volt hivatott annak idején létrehozni, most meg van egy másik helyzet, azt mérlegelő most egy testületünk. Röviden erről kíván szólni ez a dolog, és nem kell tovább gondolni a dolgot, mert ami nincs benne, azt nem kell még egyelőre belevizionálni ezekben a gondolatokban. Kizsibon képviselő úr, talán másik körben kinehez? Polgármester úr, hát... Vagy véleményez? Még kérdés, második közös kérdés. Azt kérdem, hogy talán második közös kérdés, ez van szépen tessék. Meg tudok számolni. Próbálok én is, nem is vagyok pénzügyi szakember. Szeretném, hogyha az időkeretemet akkor annyival kibővítem, amit elvett tőle. Azzal kezdjünk, ez mindig túlépi, úgyhogy most nem. Tehát igazából most kihegyeztük itt a Városi Gazdasági Ellátó Szervezetre ezt a dolgot, holott ugye itt négy intézményekről van szó. És úgy illetett polgármester, hogy 2007-es előterjesztés, amit megerősített, hogy ön is támogatott, és el kell mondjam, hogy semmi nem változott. Ugyanazokat a feladatokat kell például a Gazdasági Ellátó Szervezetnek végeznie, amit elég jól látott el az elmúlt időszakban, és nem így meg úgy, hanem jól. És azt sem értem, tehát egy kicsikét olyan furcsának tűnik, hogy polgármester úr január 30-án lett megbízva, hogy egy ilyen tanulmánytervet állítson össze. Az elmúlt 8 hónap alatt nem sikerült semmit letenni az asztalra, most pedig egy határozottban elvárjuk a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetőjétől, hogy 3 hét alatt ezt alkossa meg.
számomra ez nevetséges, és azt tudom csak ebből az egészből levonni, hogy ez csak egy színjáték. Jó. Köszönöm szépen. Az a kérdésem, hogy nem értettem a kérdést, hogy látja ezt, kérdés. Az a kérdésem, hogy látja ezt polgármester úr, és meg tudja erősíteni a TV képernyőjére a dolgozókat, hogy nem lesz elküldve egy konyhai dolgozó, nem lesznek elküldve a gazdasági részen dolgozók, vagy átszervezésnél, nem-e mondja azt valamelyik intézmény vezető, hogy köszönöm szépen, nekem nincsen szükségem dolgozókra, majd keresek én magamnak, mert ez is egy út, semmi probléma vele, csak hát ezeknek mind költsége van, és nem kevés költsége van, úgyhogy ebben a helyzetben, amikor pénzünk sincs, nem tudom, miből fogjuk előteremteni a végkielégítési költségét például. Köszönöm szépen a kérdését, képviselő, ahol egy percet túlépte a kérdés időkeretét. Ez mindig, eddig is mindig így volt. Van a következő ötlenül majd levonjuk. Remélem, nem vonunk le semmit, remélem, fogja tudni tartani az időkeretet. Úgy ítélem meg, hogy a veszélyhelyzetről semmilyen kezdeményezést nem tehettem a esetleges intézmény átszervezés vonatkozásában, mert az adott helyzetben nem volt mód. És az a GESZ munkatársaként önnek tudnia kellene, hogy természetesen... Pontosítok. Pontosan tudja, hogy milyen előkészítő munka folyt, illetve folyik az elmúlt időszakban, és innen esetben nincs ellentmondás abban, hogy ez a bizonyos időkeret tartható lesz, amiben a esetleges változtatások irányvonalát konkrét részletek szintjén ki kell dolgozni. Arról biztosítom tisztelt képviselőt, hogy legalábbis én abban bízom, hogy ezt a feladatot végre tudjuk hajtani, természetesen nem a GESZ vezetője egy személyben, hanem a megfelelő szakaparátus bevonásával ezeket az előkészítő lépéseket meg tudjuk tenni időben, annak érdekében, hogy ide kerüljön a képviselőtestület elé, és addig ne vizionáljon mindenféle végkielégítésekről, meg elbocsátásokról, nem is értem, hogy kerülnek ezek ide, de lehet kiogatni az embereket, de nem tartom szerencsésnek, mert messze nem erről szól a történet. Arról szól a történet, hogy úgy megítésem szerint a rendszerünkben vannak tartalékok, mint ahogy vannak nehézségek. A tartalékok, illetve azok a dolgok, amelyeket az élet túlhaladott, hogy azokat időnként át kell tekinteni, és időnként a szükséges módosításokat meg kell tenni. Ez semmi többről nem szól. Lehet, még egyszer mondom, hangzatosítani a televízió képen előtt vizionálni ilyen nem kívánatos esetleges végkifejleteket. Nem ez a szándékunk. Úgyhogy köszönöm az aggodalmát, de igyekszünk helyén kezelni majd a törekvéseinket. Balázs Sándor képviselő, második kérdésem. Azt szeretném megtudni, hogy azt tudjuk, hogy annak idején lemondott a GESZ akkori vezetője, és ideiglenes megbízással új vezetőt neveztünk ki. Ez az időszak a pandémia előtt volt, tehát a pandémia előtti időszakban lett volna mód és lehetőség a törvényi kereteket betartva kiírni a pályázatot, hogy ezt a helyet töltsük be. Erre semmilyen szándék nem mutatkozott. Többször kérdeztem rá, többször próbáltam ebbe az irányba terelni a testületi ülésnek a megbeszéléseit. Bekövetkezett a pandémiás időszak. A pandémiás időszakról tudni kell, hogy átszervezésre nem kapott felhatalmazást sem egy polgármester, sem egy képviselőtestület, tehát ez nem történhetett meg. Vége lett a pandémiás időszaknak, kiírtunk egy pályázatot az egyik intézményünknek a vezetői cím betöltésére, ami meg is történt, lebonyolítódott, ezen túl vagyunk, de nem írtuk ki ezt a pályázatot a GESZ esetében. Miért nem írtuk ki? Talán azért, mert komoly szándék volt már akkor is mögötte? Igen, valószínű igen. Tehát itt azt szeretném én személy szerint tudni, hogy mi volt az a komoly szándék, ami ilyen hosszú időn belül váratatta magát, hogy eljön az a pillanat, hogy igen, ezt most kell átszervezni. Tehát a szándékra lennék én is kíváncsi, hogy miért most. Mert az, hogy már folyamatában látjuk, hogy ez már egy régóta folyó elképzelésnek a befejezéséhez közeledünk, de a szándék akkor is érdekelne engemet, hogy mi volt a kiváltó ok, ami miatt érdemes volt ezt a vezetői helyet ilyen sokáig húzni, vonni, és miért csak most kerül az átszervezésre sok. Igen, köszönöm, Balga Zoltán úr. Véleményem, bocsánat, nem derült ki. Akkor visszatérve a Balázs képviselő kérdésére. Igen, a képviselőtestület szándékát, kifejezte szándékát az intézményekben folyó belső folyamatok működés áttekintésére, és úgy ítéltem meg, és ebben nem voltam egyedül, hogy amikor
képviselőtestet állásfoglalban, hogy mérlegelve az adott szituációt és a esetleges előttünk álló feladatokat, arra írjuk ki a vezetői pályázatot arra a feladatra, amit képviselőtestünk meghatároz, tehát arra a szituációra, arra esetleges intézményi tartalomra, feladatelhetési tartalomra, amit hosszú távon szeretnénk, hogyha észre és hatékonyan működne. Még mindig nem értem igazán azt, hogy miért probléma az, hogyha bizonyos szituációkat, helyzetüket időnként áttekintjük és próbáljuk hatékonyabbá, eredményesebbé, nehogy Isten gazdaságosabbá tenni, mert úgy ítélem meg, hogy nincs, nem lehet olyan szituáció, ami esetleg nem működhetne jobban. Én örök elégedetlen vagyok magammal és a helyzettel is, nem látom abban semmi ördögtől valót, hogy áttekintjük ezeket a szituációkat, és keresik a eddigieknél jobb, hatékonyabb, gazdaságosabb megoldásokat. Arra írjuk ki a pályázati vezetői pályázatot, arra a szituációra, amit képviselőtestünk, testületünk majd elhatároz. Így látom logikusnak a folyamatot. Ha nem jól gondolom, nem jól gondoljuk, akkor majd nyilván képviselőtestünk tagjai jelzik ezt, és akkor ha eddig álláspontokon módosítunk. Köszönöm. És véleményt kívánt formálni, hogy látom képviselő úr, bizottság elnöke parancsoljon. Köszönöm szépen a szó, polgármester úr. Tehát igazából, aki elolvasta az előterjesztés, ez egy tanulmány felhatalmazására, elkészítésére szól, hogy felhatalmazzuk a megbízott igazgatóurat. Szó sincs benne arról, hogy esetleg itt létszámleépítés, ilyesmire kell nyugatni a lakosságot, vagy az ott dolgozókat. Meg kell vizsgálni valóban, hogyha a beszerzések egy kézbe kerülnek, és esetleg, mint ahogy korábban leírt a belső rendezési jelentésben, mind az óda, mind a GESZ tekintetében, hogy szabálytalanul beszerzési eljárás nélkül szerzik be az alapanyagokat. Ezek esetleg egy kézbe kerülnek, esetleg egy beszerzési eljárás formájában még talán meg is vannak versenyeztetve a beszállítók, talán lehet, hogy sokkal hatékonyabban tud működni. Itt ilyen dolgokba kell gondolni. Nem akarunk kevesebb adagot főzni, ugyanúgy kell minden gyerekre főzni, sőt azt gondolom, hogy ezekben a konyhákban még van tartalék, nem csökkenteni, hanem növelni kellene az adagszámot. Növelni lehetne a vendége ebédek számát. Talán azt gondolom, hogyha ez egy kézbe kerül, de ez csak az én álláspontom, majd a tanulmány ezt megszáfolja, vagy esetleg más aspektusba helyezi, de én azt gondolom, hogyha egy irányítás alatt van egy jó menedzselése, ez jól tud működni, és nem a dolgozók létszámának csökkentésével, hanem a kapacitások jobb kihasználásával tud ez működni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó felvetés, amivel kell foglalkozni. Nyilván meg kell vitatni, azért is kértük ilyen rövid határidőben, hogy ez majd visszakerüljön a testület elé. Bizottságülésen elhangzott, hogy hogy hozzunk létre külön bizottságot, de ott abban maradtunk, hogy a pénzügyi bizottság minden héten be fogja számoltatni a megbízott igazgatót, illetve egyeztet vele azzal kapcsolatban, hogy hogyan áll ennek a tanulmánynak az elkészítésével, és esetleg milyen javaslatok vannak, ebben esetleg majd tudunk egyeztetni, és úgy közösen alakítani az álláspontot, ahogy ez a képviselőtestület elképzelésében belefér, hogy a végén egy olyan tanulmány vagy tanulmányjavaslat kerüljön ki, akár több is, több variáció, amiről majd tudunk dönteni, és akkor a legjobb döntést meg tudjuk hozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr, bizottság elnök a véleményét. Kis Zsigmond képviselő a vélemény, mondta. Szépen, hát gondolom, aki ott volt a pénzbizottság ülésen, az tudja, hogy az eredeti határozati javaslat arról szólt, hogy intézmény átszervezést hajt végre. Az én indítványomra került ebből ki az, hogy hajt végre, hanem először megfontolja azt, hogy esetlegesen milyen pénzügyi, gazdasági, humán és egyéb elvek alapján lehet ezt gazdaságosabban működtetni, mert gondolom itt a fő cél az lehet, hogy gazdaságosabb legyen. Csak azt nem értem, akkor a hivatalok miért nem vonjuk be ebbe a körbe a következő intézményünket, ha már át akarunk szervezni mindent magunkról, minden intézményünket. De ez csak egy kérdés volt, én nem gondolom, hogy ezt most ebben kell foglalkozni, vagy a városi üzemeltetőket, akkor miért nem akarjuk átszervezni, hogy jobban tudjon működni. Azzal sem értek egyet, hogy polgármester azt mondja, hogy pandémia volt, és akkor nem foglalkoztunk vele 9 hónapig. Pontosan. Az alatt, a 9 hónap alatt, lett volna idő rá, hogy igenis normálisan körüljárva, home office-ben elvégezem ezeket a folyamatokat, és akkor megfelelően előkészítve csináljam. Azzal sem értek egyet, hogy
a gazdasági ellátó szervezet vezetőinek kell ezt a tanulmánytervet megalkotnia. Én szerintem egy külső, erre hivatott cégnek kellene elvégezni, de olyan cégnek, aki valóban el is végzi. Nem úgy, mint a város üzemeltetőnél, hogy 40 oldalon 1.200.000 forintjára semmit írta le. Azon semmit nem értünk. Tehát igenis, az, aki... Tehát itt van ez a, amit ön mellé csatolt, annak idején ez a HS Consulting BT készítette el a koncepciót, és ebben szépen levonjuk vezetve, hogy mi volt előtte, és mivé válik, és levezette azt is, hogy mivel lesz ez jó. És ez nem csak arról szól, hogy gazdaságilag, mert ugye azzal, hogy most szétveszem, és akkor visszaadom minden intézmény vezetőnek a teljes hatáskörét, pont ez volt a cél, hogy ne ott legyen, hogy igenis legyen egy belső kontroll még, ahol a belső, tehát a gazdasági ellátó szervezet vezetője még utalványozza előtte ezeket az előterjesztéseket, és odaszól, hogy figyelj, van pénzed, vagy nincs pénzed, legyen ott egy gazdasági szakember. Most ezeket mind szét akarom szedni, mert ugye azt tűnik ki ebből az egészből, nem csak azt tűnik, hogy a konyhákat össze akarom vonni, és majd valami jól egy zsebbet gyúrni, és majd lesz vele valami egy év múlva, hanem arról van szó, hogy minden intézmény önálló gazdálkodik. És akkor mindenüve kell a gazdaságvezető, kell a könyvelő, kell a pénztáros, kell a munkaügy is. Tehát ez arról szól szerintem, már ha, amit elmondott a polgármester az imént, a tévé előtt kíváncsi leszek, 3 hónapban lemegyek-e játszani. Köszönöm ennyi első körbe. Köszönöm. Még mindig az a véleményem, ez színjáték. Köszönöm szépen képviselő véleményét. Legyen kedves, ha a általam elmondottakat pontosan idézze, és ne adjon a számba olyat, amit esetleg szeretett volna hallani, de nem hallott. Köszönöm szépen. Visszajátszható természetesen, azért örülök, hogy itt van 2 kamera, nem mondtam olyat, és másról szól a történet, de most nem részletezem. Kívánja további véleményt formálni valaki. Balázs Sándor képviselő úr. Én nem zárkózok el ettől az átszervezéstől egyáltalán, de abban nagyon egyetértek Kizsigmond képviselőtársammal, hogy én úgy gondolom, hogy ezt nem az ott dolgozónak, vagy azt az illető intézményt vezető illetőnek kellene összeállítani, hanem igen, tényleg föl kellene kérni egy olyan embert, aki független, és teljesen objektívan tudja látni a valós helyzetet, és azt, hogy hogyan kellene ennek megtörténni. Na, ugyanis én úgy gondolom, hogy ha valaki a munkája mellett fordít erre gondot, és ilyen rövid időtartammal nem biztos, hogy mindenre kiterjedő figyelemmel tudja ezt elkészíteni, bár legyen úgy, de engem akkor nyugtatna meg ez a történet, hogyha valaki olyan külső cég végezné el, és az ugyanúgy ledokumentálva, mint ahogy képviselőtársam mondta, kerülne elévünk, és akkor abból kiderülne, hogy ez az átszervezés valóban mennyi megtakarítást hozna, illetve mekkora és milyen előnyökkel járna. De én ezt csak akkor látom biztosítottnak, hogyha ezt nem az intézményvezető végzi el. Köszönöm. Köszönöm szépen javaslatát. Matkó Néli doktor, Antos Bernard képviselőasszony, szól, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr, hogy mondta képviselő úr is, hogy a GESZ-nek az lett volna a legfőbb feladata, hogy az intézményeket ellenőrizze és egy utolsó pontot nyomjon a mondatok végére. A belső ellenőrzés nagyon sok esetben ennek hiányát vetette fel. Ellenjegyzések nélkül nyújtottak be számlákat, illetve lettek kifizetve. Köszönöm szépen. Köszönöm véleményét. Nyilván sok mindent mérlegelve, elhangzottakat is mérlegelve készül-e ez a bizonyos munkafolyamat, illetve akarjuk előkészíteni azt a tartalmat, amiről testet utána véleményt formál. Erről szól a történet, és nem többről. Ne menjünk előrébb annál, mint amit adott fázisban szükséges, hogy elvégezzünk. Valószínűleg másik körös kérdés, másik körös véleményt formál Kizsigmond képviselő úr. Köszönöm a lehetőséget, polgármester úr, úgyfent. Hát én még mindig nem értem, hogy nem volt erre elég 9 hónap, hogy ez ide kerüljön, bár szerintem már tavaly évben is adtunk egy felhatalmazást, hogy december végéig történjen meg ennek a hatástanulmánynak a kidolgozása. És hogyan gondoljuk azt, hogy most 21 nap alatt itt egy ekkora intézmény hálózatot át tudok szervezni, és megfelelő alátámasztott dokumentumokkal, alátámasztott számszaki elemzéssel, alátámasztott anyagot le tud valaki tenni az asztalra, még ha éjjel-nappal is csinálja. Arra pedig, amit képvisel azt, hogy mondott, hogy milyen hibákat tár fel az ellenőrzés, örülünk neki, hogy feltárja, mert ebből lehet tanulni. De annak nem az a megoldás, hogy átszervezem az összes intézményemet, és kihagyok egyet-kettőt, amit kedvem szerint mazsolázok az intézmények között, hanem akkor előveszem annak a vezetőjét, vagy aki tette ezt meg, és megfelelő módon felelősségre vonom. Szerintem.
és nem pedig fogom, és akkor szétverem az egész rendszert, mert most a belső rendezés így meg úgy. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Balázs Sándor képviselő másik közös véleményt mond. Köszönöm. Engem még jobban aggaszt ezek után ez a történet, ha a képviselőtársam azt állította, hogy nem ellenjegyzett számlákat, meg ilyeneket tárt fel a belső ellenőrzést, el is hiszem, de akkor végképp megkérdezem, hogyan bízhatjuk arra az emberre az átszervezésnek a lebonyolítását, vagy legalábbis a megtervezését, aki ebben az adott ciklusban ő vezetőhelyettes volt, jelen pillanatban meg vezetője ennek az intézmény. Tehát én azt gondolom, hogy pontosan ő nem végezheti el ezt a fajta átszervezésnek a tanulmányi terveit, mert pontosan egy olyan embernek kellene megtenni, aki ebben nem érintett. Tehát ha most azt próbáljuk a felelősséget ide-oda toszogálni, lehet azt, de akkor mégis megkérdezem, ugyan bocsáss, ha van egy vezető, és annak az irányítása alatt történnek ezek a ki nem fizetett számlák, vagy ellen nem jegyzett számlák, a bevonása a rendszerbe, abban ugyanúgy a helyettese is felelős, és a helyettese jelen pillanatban pedig a vezetője ennek az intézménynek, és ezt a vezetőt kérjük fel arra, hogy az intézmény átszervezésével gyökeresen foglalkozzon. Hát nem, én azt gondolom, ez nem megoldás. Tehát én ezt így nem tudom elfogadni, sem nem is értem. Tehát én azt gondolnám pontosan, hogyha van egy, de ezt is elmondom, ezt már régen alakultam. Ha van egy KFT-nk, a KFT-nek van egy vezetője, és azt a KFT vezetőt elbocsátjuk, na egy biztos a könyvelő sokkal többet tud arról, ami a KFT-ben történik, mint a vezetője. És én itt ráteszem erre a pontot. Tehát belőlem ez is kikívánkozott már régen. Tehát én azt nem tudom elhinni, hogy ez fordítva működhet valahol is, mert olyan a világban se volt még. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő Varga Zoltán, vezetőség elnök úr. Vélemény a második körben. Köszönöm a polgármester úr. Én azt gondolom, ez egy tanulmányú szó, ami vissza fog elénk kerülni. Ha ezzel nem vagyunk megelégedve, mindenképpen támogatom azt, amit Balázs képviselő mondott, hogy egy külső szakértőt kérjünk föl, de első körben azt gondolom, induljunk el ebből, hogy nézzük meg, hogy a megbízott vezető mit tesz le, és akkor azt véleményezzük, és akkor döntsünk. Tehát most én támogatom, hogy most ez készüljön el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mielőtt szavazásra kerülne a sor, ismételten megerősítem korábban. Készítsünk egy olyan előkészítő dokumentumsort, ami alapul szolgálhat az esetleges módosításokra. A módosítások szerintem nem öröktől valók, hogyha szükségeltetik. A GESZ vezetője kap arra feladatot az előkészítés szerint, hogy ezt az előzetes szakmai anyagot előkészítse. Természetesen nem önállóan fogja és nem egyedül fogja, hanem kellő szakmai áttérés és segítség mellett kell, hogy ezt elkészítse. Minden adat információ a GESZ belkény belül rendelkezéssel. Én látom ennek indokoltságát, hogy ez a bizonyos munka a adott helyszínre, GESZ helyére, vagy helyszínére irányuljon, természetesen egyéb segítséget is bevonva, illetve hozzátéve. Nem látok további véleményt. A Pénzügyi Bizottság által korrigált határozati javaslatot teszem szavazásra. Aki az módosított, két apró részletűen módosított határozati javaslat kapcsán véleményt kíván formálni, legyen kedves most tegye. Megállítja a szavazás eredményét, 10 igen és 1 tartózkodás mellett a két részponton módosított javaslat elfogadásra került. Köszönöm szépen, a munka folytatódjon, mert nem most kezdődött el, hónap óta folyik ez a munka, még ha nem is mindenki akarja ezt tudomásul venni. Én meg vagyok győződve, hogy a megjelölt határidőig ez a előkészítő munka elvégzésre kerülhet. Köszönöm szépen. Soron következik 4 F napirendi pontunk, mégpedig előterjesztés Krasznyik János együttműködési szerződés létesítéséről. A előterjesztés tartalmazza, hogy Krasznyik járással igen régről datálhatóan
szoros baráti kapcsolatok élnek és együttműködés folyik. Ahogy a előterjesztésben leírásra se került Krasznyik járás illetékes vezetése megkeresett bennünket, azzal, hogy ez baráti partneri kapcsolatok vonatkozásában fogalmazunk meg a célokat, és ezt a együttműködési szerződést tervezetet kaptunk kedves lengyel barátainktól. Azt kérem, hogy képviselőtársaim tekintsék át az abban foglaltakat, és véleményezzék, amennyiben támogatásra látják, akkor pedig támogassák a leírtakat. Ennyi kiegészítést kívánok tenni. Szakbizottság nem támogatta az előterjesztés tartalmát. Képviselőtársaimhoz fordulok, kívánja valaki kérdezni. Nem látok kérdezési szándékot. Kívánja valaki véleményezni az előterjesztés tartalmát, illetve hozzácsatolt szerződés tervezetet? Nem látok szándékot. Szavazási helyzet van. Aki a határozati javaslatban foglaltakat és vele együtt a szerződés tervezet tartalmát támogatja, kérem, most nyilvánítson a véleményt. Megállítom a szavazás végeredményét, 11 igen, nem és tartózkodás nélkül képviselőtestületünk az előterjesztés tartalmát és a szerződés tervezetet támogatónak minősítette. Köszönöm szépen, támogatja. Soron következik 4G napirendi pontunk. Előterjesztés a Püspökvárosi Egyesület Óvoda Intézmény magasabb vezetői álláshelyének vezetésére vonatkozó pályázat kiírásáról. Az előzményeket feltételezem, minden képviselőtársam ismeri. Ezzel kapcsolatosan szükségessé válik a álláshely betöltésre vonatkozó pályázat kiírása. A kiírás tartalma, vonatkozó jogszabályi hivatkozások részletesen leírásra kerültek, felhívás csatolásra került. Én kiegészítést ehhez nem kívánok tenni. A Köznevelési Kulturális Ifjúsági Sport Bizottság tárgyalta az előterjesztés, illetve a csatolt tartalmakat. Kérdezem a bizottság elnökét, kérem az bizottság elnökét, ismertesse a bizottság az irányú véleményét. Köszönöm a szót, polgármester úr. Bizottságunk az előterjesztést megtárgyalta, és a határozati javaslatban foglaltakat a képviselőtestületnek elfogadására javasoljuk. Köszönöm szépen a bizottság elnök úr ismertetését, tehát a bizottság a leírtakat megfelelő mérlegelés után, szakmai mérlegelés után támogatásra javasolja a testületünk felé. Kíván-e valaki kérdezni képviselőtársaim közül? Kis Zsigmond képviselő úr kérdez. Szóval szólt polgármester úr, az előterjesztéshez fordulnék én Andihoz, hogy nem látom benne itt a munkakörbe tartozó vezetői beosztással járó lényeges feladatoknál a konyha üzemeltetését, meg vezetésének feladatát. Akkor már ezt tudjuk előre, hogy akkor elveszik az óvodától a konyhát? Bár mi nem döntöttük benne. Irodalmi asszony, kérem a szakmai válaszadást. Köszönöm szépen a szót. Nyilván nem tudjuk benne, hogy milyen döntés fog születni, vagy a későbbiekben hogyan fog működni. Jelenleg ez a szakmai munkára koncentrálódik, tehát azok kerültek megfogalmazásra benne. Köszönöm szépen a válaszát. Nem látok további kérdezési szándékot. Kívánja valaki véleményezni a leírtakat. Kis Zsigmond képviselő vélemény. Hát ennek alapján nekem az a véleményem, az előző legtárgyalt intézményi felülvizsgálat továbbra is az, hogy színjáték. Itt már nem szerepeltetjük egy vezetőnek, hogy milyen munka fog várni rá, akkor eleve félrevezetjük, hogy tudja beadni a pályázatát, hogy fog a pályázatában a konyhának az üzemeltetéséről majd szakmai véleményét elmondani. Tehát, jó, köszönöm szépen, képviselő úr, véleményét. Nem látok további véleményét. Látok további véleményezési szándékot. Balázs Sándor képviselő mégis kíván véleményt formálni.
A szolgálatpolgármester. Én is azt gondolom, hogy ha kiírunk egy pályázatot, akkor a jelenlegi állapotnak megfelelő módon kellene kiírni. Jelenlegi állapotban pedig a konyha üzemeltetése ténylegesen oda tartozik. Megmondom őszintén, nekem ez elkerült a figyelmemet, bizottságülésen sem jutott nekem személy szerint eszembe, vagy nem tűnt fel, de így most, hogy képviselőtársam rávilágított, én azt gondolom, hogy a helyes cselekedet az lenne, hogyha azt is feltüntetnénk. Az más kérdés, hogy az átszervezés után esetleg, aki elnyeri a netán a pályázatot az idő alatt, akkor tájékoztatjuk, hogy neki megváltozott a feladatköre, ez nem tartozik rá. Tehát a kevesebb mindig jobb, mint a több. Tehát rosszabb egy olyan székbe ülni, ahol már ülnek, mint egy üresbe elfoglalni a helyünket. Tehát én ezt így gondolom, ez az én véleményem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A kolléganőmet, Rezigről vezető, azt hiszem kérem válaszadásra. Igen, csak annyival szeretném kiegészíteni, amit az előbb említettem, hogy az ötödik oldalon, ahol a pályázati felhívás szerepel, ott meg van fogalmazva, hogy ugye a nemzeti köznevelésről szóló törvény szabályozza az intézményvezető feladatait, és ott van még egy bekezdés, hogy valamint az intézmény alapítókirata szerinti feladatok ellátása. Jelenleg az alapítókiratban szerepel a konyha, tehát a gyermekétkeztetés és a vendégétkeztetés, tehát ezért nem került külön megfogalmazásra, csak a szakmai feladatok. Köszönöm szépen, érthető, világos a szakmai válasz, és jegyzőről itt közben konzultáltam. A pályázati felhívás nincs egyértelmű és pontos, és engem sem győzte meg ennek ellenkezőjéről. Varga Zoltán, bizottság elnök úr, vélemény formál parancsoló. Köszönöm szépen a szót, polgármester, igazából csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy én magam örülnék, hogyha az óvoda vezető csak a szakmai munkájára tudna koncentrálni a gyermekekre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, igen, az is az elsőleges feladat egyébként egy óvodának, de nyilvánvalóan, amivel a fenntartó megbízza, az a feladat el kell látnia. Jó. Kizsimon képviselő úr, második körben véleményez, ha jól emlékszem. Köszönöm a szót, polgármester úr. Hát most már veszem a fáradtságot és megnézem a korábbiaknak a kiírását, hogy hogy volt, mint volt. Még azt is könnyebben el tudtam volna fogadni, azt mondod, hogy véletlenül kimaradt belőle ez a sor. Így továbbra is fennmaradt bennem az a két, hogy most véletlenül maradt ki, vagy pedig egy utasításra maradt ki ebből a pályázati kiírásból. Tehát én azt érzem most jelen pillanatban, tehát vagy félrevezetjük egy az, aki pályázni fogja el, ahogy hívják rá, mert ugye a pályázati felhívás fogja majd olvasni, és a másik pedig, vagy pedig már eldöntöttük előtte, hogy összevonjuk a két konyhát, amit jelzek, semmi problémám nincsen vele, ha összevonjuk is. Csak magával az elvel, az eljárás módjával vannak problémáim. Tehát ne értsétek félre, nekem azzal van problémám folyamatosan az eljárás módjával. Tehát nem vagyok ellene az átszervezésnek, meg hogy nyerjen az önkormányzat valami kis, hogy hívják ott belőle, de csak abban az esetben, hogyha a város lakosságának az érdekeit figyelembe tartjuk, és nem fognak sérülni a már meglévő munkahelyeink, mert azért az elmúlt 10 évben is láttuk mi azt, hogy lehetne ezt így meg úgy meg amúgy forgatni, de az volt mindig az elsőleges szempont, hogy senkinek az álláshelyét ne veszélyeztessük, hanem amilyen módon mennek az emberek nyugdíjba, akkor annak a módján próbálják szígítani a köröket. Tehát azért lássátok már be azt is, hogy azért a konyháknál is, meg az intézményeknél egy csomó közmunkással látjuk el a feladatot, már aki bejár dolgozni. Mert nagyon sokat nem is látom. Tehát nekem az is kétséges, hogy 17 embert írunk be, ha geszthez és akkor 11 van, akkor hol van 6 ember? Mert valahonnan az a szám is jött. És akkor most belegondolunk abba, hogy már a gazdasági ellátó szervezet konyhájáról 6 embert vettünk el. Nem küldtük el, nem engedjük betölteni az álláshelyeket, és eddig közmunkások látták el ezt a feladatot. Most azok a közmunkások is eltűntek. Tehát azt értsétek meg, hogy nem lesz jobb a helyzet, még próbáljuk gyűrjük. Egy a lényeg, hogy embereket ne tegyünk az utcára, mert itt most eléggé félnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Képviselő úr, véleményhez hadd szóljak annyiban, hogy maradjunk az előterjesztésen. Az előterjesztés a magas vezető álláshely betöltésre vonatkozó pályázat kiírásáról szól, és mielőtt esetleg valaki félreértené a történetet, hát engedje meg azt a 2,5 sort pontosan idézzem, ahogy le vagyon írva, és akkor ezt nem kell félreérteni, meg félremagyarázni, meg főleg nem. A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztásájáról lényeges feladatok. A közalkalmazottak jogállására szóló 1992. évi 33-as törvény, a közművelésre szóló pont törvény hatályos rendelkezései,
valamint az intézmény alapító okirata szerinti feladatok ellátása. Pont. Ezen nincs mit magyarázni, lehet akályoskodni, ennél egyértelműen nem lehet fogalmazni, és tekintek jegyzőre, hogy hogy kellene ezt megfogalmazni, de nem segít nekem, hogy lehet, de pontosabban mennyiben nem érthető ez, vagy nem egyértelmű. Én gondolom, hogy egyértelmű, és javaslom, hogy erről ezzel kapcsolatban foglaljuk állást, ne pedig esetleges vélelmezett és remények szerint be nem következő negatív folyamatokról. Nincs kérdező. Köszönöm szépen, polgármester. Annyit, hogy elmondott Andrea is, hogy egyértelmű és világos, meg vannak hivatkozva a megjelölt jogszabályok, illetve a dokumentumok. Aki pályázni akar, az nyilván veszi a fáradtságot, és ezeket az okiratokat, dokumentumokat átnézi, és akkor tisztában van, hogy mire is fog ő pályázni. Köszönöm. Irodára azt mondja, kíván szólni. Elhangzott. Jó, visszamondtad. Jó. Balázs Sándor képviselő volt körben. Vélemény, ezt parancsoljon. Köszönöm, én csak keresem azt a sort itt a pályázati írásban, amiből polgármester úr idézze. Ötödik oldal, alsó bekezdés. Vastag betűs, aláhúzott és alatt elő 2,5 sort. Olvastam remélem. Ennél nem tudok egyértelműen fogalmazni. Valaki nekem mutasson már meg a pályázati kiírásba, hol van az a sor? Légy szíves. Melyik a találkozik? Itt. Igen? Most a találkozott alap. Megvárjuk, hogy képes, hogy tudja értelmezni. Jó. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Ferenci György. Bizottságvezető úr, véleménye ezt parancsol. Köszönöm a szót, polgármester úr. Úgy gondolom, hogy aki már látott pályázót, illetve ha már valaki pályázott ilyen állásra, ha külsős emberről van szó, akkor legelőször átolvassa az intézménynek az alapítókiratát, az SMS-ét, a házi rendjét, tehát ezek az intézményi dokumentumokat, ezeket átolvassa, mielőtt bármilyen pályázatot benyújtanak. Ez elég ritkán fordul elő, hogy külsős ember pályázik, de azért előfordul. Ha pedig belsős ember pályázik, az pedig már alapból ismeri, hogy egy vezetőnek ott milyen feladatot kell ellátni, én így gondolom. Tehát nem éri ez meglepetésként, de ott van, hogy az alapító okirat szerinti feladatokat kell ellátni. Köszönöm. Köszönöm szépen szakmai kiegészítését. Én nem kívánom további gondolatokat kiegészíteni, leírásra került, amit gondoltunk. Látom, vélemények elhangzottak. A határozati javaslat tartalmát, illetve a felhívásban foglaltakat bocsátom szavazásra. Aki ezzel kapcsolatosan véleményt kíván formálni, legyen kedves most, tegye a nyomógomb lenyomásával. Köszönöm szépen képviselőtestvérünk konstruktív hozzáállását. Minden aggodalom ellenére 11 igen nem is tartózkodás nélkül egyhangúan értelmeztük a leírtakat, és egyhangulat támogatjuk, és ezt köszönöm szépen, hogy egyet tudunk érteni ezen tartalmakkal, és egyformán értelmezzük a leírtakat. Soron következik 4H napirendi pont. Előterjesztés feladatellátási szerződések módosításáról, amely konkrétan leírásra került, az előterjesztést a Szociális Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Kérdezem a Szociális Egészségügyi Bizottság elnökét, milyen álláspontra helyezkedett a bizottsága. Köszönöm, polgármester úr, a bizottság a határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra jósolja. Kívánne valaki kérdezni az előterjesztés tartalma, illetve a határozati javaslatban foglaltakhoz kapcsolódóan? Parancsoljanak. Balázs Sándor képviselő kérdez. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az én kérdésem arra vonatkozna, hogy az újtelepi orvosi rendelő üzemele, illetve ha üzemel, akkor ez a nyitvatartási vagy rendelési idő arra vonatkozik, amit olvasható, vagy mire értelmezendő, például dr. Lénárt Sándor esetében. Igen, kapcsolódik az előterjesztéshez, bár nem konkrétan a módosítás tartalmaz vonatkozik, de nyilván lényeges, és arra kérdem, hogy az asszonyt
Szabon Endre asszonyt, hogy legyen kedve szakmai válaszolni. Köszönöm szépen. Jelenleg nem. Lénárd doktor úr betegállományban van, így az ő körzetét helyettesítéssel Szakács Piroska Jolán doktornő látja el, tehát így az újtelepi rendelőben most jelenleg nincsen rendelés. Esetlegesen másik körös kérdés, hogy vélemény, amelyeket gondolja képviselő úr? Lenne. Jó, rendben, ha jelen pillanatban nem rendel doktor úr, akkor miért kell neki a feladat ellátási szerződését most módosítani, miért nem ér rá akkor, amikor munkaképes állapotba fölveszi a munkát? Kérem szakmai válaszadásra. A praxis közösség létrehozása és az, hogy ő most jelenleg betegállományban van, az nem függ össze, tehát mivel élő feladatellátási szerződése van, ezért a szerződés módosítására most kerülhet sor, hiszen most kívánnak praxis közösséget létrehozni, tehát az, hogy az ő helyettesítése egy másik orvossal történik, az meg nem a feladatellátási szerződés része. Köszönöm. Véleményekre kerül első Balázs Sándor képviselő véleményhez első körben. Én véleményem szerint én legelőször szeretném tudni azt, hogy dr. Lénár Sándornak, hogy hova szól a szerződése. Tehát konkrétan azt értem, hogy a város egészségügyi KFT-jéhez, de azon belül kíváncsi volnék, hogy az ő szerződésében milyen feladatellátási hely van megjelölve. Mert ha az ő esetében az újtelepi rendelő van, és ő tartósan nem használja azt a rendelőt semmire, akkor én úgy gondolom, hogyha azon gondolkozunk, hogy megtakarítás és átszervezés, akkor ezt az orvosi rendelő más célra való felhasznosítását el kéne kezdeni, mert ez évek óta, tehát én tudomásom szerint minimum 5 éve nincs betöltve, nincs abban orvosi ellátás, tehát én azt gondolom, és ez nem ehhez az előterjesztéshez tartozik, de összefügg vele, hogy ezt az orvosi rendelőt is át kellene szervezni, valami feladatot kéne neki adni, én tudnék már is egyet neki, de majd máskor. Köszönöm szépen képviselő úr javaslatát. Javaslom, maradjunk az előterjesztés konkrét tartalmánál, illetve az abban megfogalmazottakkal kapcsolatosan fogalmazzák véleményt. Nem látok valami véleményt. Szavazás helyzetben vagyunk. Aki a határozati javaslatban foglaltakat, illetve a csatoló szerződés tartalmával kapcsolatosan véleményt kíván formálni, most tegyen meg, legyen szívesen valamelyik gomb lenyomásával. Szavazás eredménye 11 igen, nem és tartózkodás nélkül egyhangulag támogatta a képviselőtestületünk a előterjesztésben foglaltakat. Köszönöm szépen. Tárgyalásra következik a előterjesztés feladatellátás szerződés megszüntetéséről, amely dr. Nagy Judit idegyógyász gyermek és ifjúság pszichiáter doktornő beadványa tárgyában született, közös megegyezés történő megszüntetés tárgyában, ami azt jelenti, nem a szakrendelés megszüntetését, hanem a Üsküdarányi Egészségügyi Szolgáltatás Nonprofit Kft. Alkalmazásában kívánja továbbiakban folytatni a ellátást. Az előterjesztés erről szól, a kapcsoló dokumentumok is ezt támasztják alá. Egészségügyi Szociális Bizottság az előterjesztést tárgyalta, kérem a bizottsági elnökét a bizottsági vélemény ismertetésére, Valencsen. A bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Képviselőtestülethez fordulok, kíván-e valaki kérdezni? Balázs Sándor képviselő kérdez, parancsoljon. Én azt szeretném megtudni, hogy milyen előnyökkel jár ez a doktornőnek, és milyen előnyökkel jár a betegeknek, illetve a városnak, hogy ő most más szerződést ír alá, illetve kérdezném, hogy ha létezik egy szóbeli megállapodás, akkor ennek a szóbeli megállapodásnak a tartalma miért nem szerepel itt, vagy miért nincs itt a jelenlegi intézményünk vezetője, aki ezekre a kérdésekre választ tudna adni. A szünetben még láttam, tehát ezért is fontos számomra, hogy kitől lehet ezeket megkérdezni.
intézményedől igen, itt volt, és jelezte, hogy a tárgyalás elhúzódása miatt tovább nem nincs lehetősége maradni, ezért úgy emlékszem, az egyeztetés volt, hogy intézményed asszony fogja ezt a, vagy ehhez hasonló kérdésekben az álláspontját ismertetni, parancsoljon. Ugye doktornő, mikor beadta a feladatellátási szerződés megszüntetésére a kérelmet, akkor szóban elmondta, hogy azért szeretné megszüntetni a feladatellátási szerződést, mert 2021. január 1-től egy rendelet változása olyan többlet adminisztratív terhet ró a BT-re, amivel nem biztos, hogy önmaguk meg tudnak dolgozni, míg ha az egészségügyi szolgáltató KFT-be kerülnek, akkor ott rendelkezésre az áll az az apparátus, aki már ugye a többi orvos esetében is ezt elvégzi. Továbbá olyan előnyt fogalmazódott meg, hogy az egészségügyi KFT-be kerülne, akkor jelentős pályázati lehetőségek nyílnának meg akár előtte, vagy akár az ő KFT előtt is. Tehát ez további bevételekhez, vagy akár működéshez, vagy tárgyi eszközbeszerzéshez juttathatná a KFT-t. Mi volt még egy kérdés? Ja, igen, elnézést. Igen. Betegekkel kapcsolatban hát előny nem, hiszen továbbra is ugyanabban a rendelési óraszámban, rendelési időben és a területi lefedettséggel fogja a doktornő biztosítani az ellátást. A doktornő személye is és az asszisztens személye is változatlan marad. Köszönöm szépen a szakmai választatását. Balázs Ernő képviselő úr, másik körös kérdés parancsán. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én elég sok időt töltöttem az elmúlt ciklusomban azzal, hogy az orvosi KFT-nket egy kicsit megismerjem. Valamilyen szinten sikerült is elég lényeges információkat beszerezni. Én azt szeretném megkérdezni, hogy van-e lehetőségem arra, ha aláírták a szerződést, hogy ebbe a szerződésbe betekintsem. Ezt nyilván igazgatóra kell leegyeztetni, hiszen onnantól kezdve az önkormányzatnak nincs, tehát az önkormányzat nem szerepel abban a szerződésben, hanem az egészségügyi KFT és az érintett doktornő és az érintett asszisztens, tehát az önkormányzat nem lesz ilyen szempontból érintett, de ezt igazgató úr nyilván meg fogja tudni mondani. Sajnálom, hogy nincs ilyen, de tudom, hogy nem mennyi nem tud. Ezen idő pillanatban már itt lenni. De véleményem szerint, hogyha felvetést lesz, akkor erre fog reagálni. Ez most megítélés szerint nem befolyásolja az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatos döntésünket. Jegyző úr, parancsolj. Köszönöm szépen. Andrea igazából elmondta a lényeget. A egészségügyi KFT, mint a önkormányzat 100%-os tulajdonban lévő KFT oldaláról, elméletileg nincs akadálya a szerződés tartalmának megismerésére, leginkább doktornő részéről kell, hiszen ő köt szerződést az ő KFT-vel, egy olyan beleegyezés, hogy ebbe betekintést jelöljön a képviselőtestület, ha hozzájárul. Köszönöm. Köszönöm. Tehát erre a kérdésre egy később időben kaphat választ képviselő úr. Most a döntésünket szerintem nem befolyásolja. Balázs Andor képviselő úr, másik körös véleménye. Véleményem szerint ez nem így van. Azért nem így van, mert az elmúlt 5 éve nekem sem sikerült egyetlen egy szerződést sem megtekinteni. Mindig arra hivatkoztunk, hogy a KFT-nek a belső dolgai nem tartoznak a képviselőkre, vagy valami hasonló szöveggel volt megfogalmazva. Én úgy gondolom, hogy ha a KFT-nek a tulajdonosa az önkormányzat, és az önkormányzatban van a képviselő, akkor ilyen átlátszó indokkal nem kéne eljogatni a dolgokat. Mert én úgy gondolom, hogy pontosan a tulajdonosnak van joga a megkötött szerződésekbe betekinteni, attól függetlenül, hogy a doktornő ezt ő engedélyezi-e vagy sem. Furcsa lenne a világ, ha ez fordítva működne, hogy pontosan a tulajdonos nem lát rá azokra a dolgokra, ami az ő intézményébe történik. Tehát én ezt a választ ebben a formában abszolút nem tudom elfogadni, de azt az 5 évet sem, amit én ebben lépéseket tettem, hogy egyetlen egyet nem tudtam megnézni. Bocsánat, hozzáteszem, ugyanezt mondtuk a Városüzemeltető KFT-re is, hogy az ő belső ügyei üzleti titok. Az üzleti titok tudjuk hova vezetett, már ma mindenki szembesülhetett vele. Ez a KFT-nk is üzleti titok, és ez is ide fog vezetni. Akkor azt mondom, sok sikert, és csak így tovább, ez a vörös úton a megfelelő cél irányába. Köszönöm.
Kíván valaki véleményt formálni a konkrét előterjesztés tartalmával kapcsolatosan? Nem látok ilyen véleményt. Szavazási helyzetben vagyunk. Szavazásra bocsátom a határozati javaslatban foglaltakat, illetve a csatolt dokumentum tartalmát. Ezzel kapcsolatosan legyenek kedvesek most véleményt nyilvánítani megfelelő nyomógomb lenyomásával. Köszönöm szépen. 11 igen, nem is tartózkodás nélkül a határozati javaslat elfogadásra került. Soron következik 4 előterjesztésünk, mégpedig szociális tárgyú rendelet módosításában, ami a korábbi rendeletünk egy jogszabály szerinti kiegészítését tartalmazza. A előterjesztés tartalmazza ezen részletet pontosabban. Szociális Egészségbizottságunk tárgyalta a módosításra szóló előterjesztést. Kérem a bizottsági elnök asszonyt, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. A bizottság a rendelet módosításáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, bizottság támogatta. Kívánom valaki kérdezni. Balázs Sándor képviselő első körben kérdez. Tisztában vagyok, hogy a rendelet módosítás miatt szükséges ez, de én személy szerint arra lennék kíváncsi, hogy Püspökladányban hol lehetne ezt úgy lebonyolítani, hogy ne zavarja az eddigi ellátottakat. Tehát hol történne ez fizikailag? Igen, úgy van, hogy képviselő mondta, a tovább részletek nem az előterjesztés tárgyát képezi konkrétan, de rögtön azt mondja, hogy röviden kíván reagálni, tegye meg. Ez nem egy új ellátás, vagy egy új bevezetésre kerülő ellátás. A szociális törvényben előírja, mint az előterjesztésben is szerepel, hogy 10 000 főnél nagyobb állandó lakossal rendelkező településnél ez egy kötelező feladat. Ez a feladat, ez eddig is az intézmény által biztosítva volt. Nyilván intézményvezető asszony meg fog tudni majd ebben erősíteni, ami csak a mi rendeletünkbe kellett úgymond pótlólag beletenni ezt az egy sort, vagy ezt az egy pontot. Tehát a rendeletük kiegészítésére van szó, nagyon röviden fogalmazva, és nem többről. Köszönöm. Nem látok további kérdezési szándékot. Intézményvezető asszony szólni kíván, rövid kiegészítésre megadom a szót. Köszönöm a lehetőséget, egy mondatos kiegészítést szeretnék fűzni az előttem szólóhoz, hogy intézményünk nappali ellátásain belül az 1993. évi 3-as törvény és annak végrehajtási rendeletei is szabályozzák a rászorultság és jogosultsági feltételeket, ami alapján igénybe lehet venni a szolgáltatásokat, és ugye egyértelműen most nem szeretném mindet felsorolni, de hajléktalansága is egy pontként szerepel, hogy bárki bejön hozzánk az intézménybe, kötelesek vagyunk ellátni, függetlenül attól, hogy van-e intézményes szakellátó szervezetünk vagy rendszerünk. Köszönöm szépen szakmai kiegészítését. Képviselőtársaimhoz fordulok, kívánják véleményezni az előterjesztés tartalmát. Nem látok ilyen kezdeményezést. Szavazási helyzetben vagyunk, képviselőtársaim. Most szavazzanak a előterjesztésben foglaltakról. Tizenegy igen, nem is tartózkodás nélkül testületünk egyhangú álláspont alapján elfogadta a módosítást. Köszönöm szépen. Soron következik 4K napirendi pontunk, előterjesztés költségvetési tartalékok felhasználásáról, amely korábban testületi képviselőtestületünk előtt volt két összeg nagyságrendjét illetően,
és itt a római 1-es 2-es pontban, és a határozati javaslat 1-es 2-es pontjában ezzel kapcsolatos álláspontot kell kialakítanunk. A 1-es pontos kapcsán a Köznevelési, Kulturális Ifjúsági és Sport Bizottság tárgyalt, és bizottsági álláspontot alakított ki. Kérem a bizottsági elnökét ismertesse. Köszönöm a szót, polgármester úr. Bizottságunk, mondhatom, hogy hosszas tárgyalás után, számos lehetőség felvetése után úgy döntöttünk, hogy a római 1-es előterjesztésben megemlített összeget a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény tagintézményei közül nyílászárók cseréjére javasoljuk, abban a tagintézményben, ahol a legszükségesebb. Köszönöm. Köszönöm szépen. Képviselőtársaimhoz fordulok, kívánom valaki kérdezni. Engedjék meg, hogy most akkor ezt az S1-es pont alatt itt tárgyaljuk végig, és utána pedig áttérünk majd a római 2-es pont tartalmára, talán így könnyebben nyomokvető lesz a folyamat. Tehát az 1-es ponthoz kapcsolódóan javaslom, hogy kérdezzenek, aki kíván kérdezni természetesen. Nem látok ilyen szándékot. Kívánja véleményezni valaki az első pont tartalmát, illetve pontosabban a bizottsági álláspontot. Vadász Ferenc, alpolgármester úr, véleményezpont. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Nagyon röviden csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy igen, ez lett a bizottság véleménye, kialakított véleménye, amit tudok is támogatni, sőt, támogatni fogom. Viszont felmerült olyan is, hogy a felhalmozási kiadásokra is lehet fordítani, és az óvodai nevelésben részvő gyermekek étkeztetési kiadásaira is felhasználható. Felmerült például az is lehetőségként, hogy akár konyhai felújításra fordíthatnánk, de nyilván az összeg erre viszont nagyon kevés. Úgyhogy marad ez, tehát én abszolút tudom támogatni. Köszönöm szépen! Még a római 1-es ponthoz kapcsolatban kívánne valaki véleményt formálni? Nem látok ezzel kapcsolatos további szándékot véleményformálásra, és egyszerűen azt egyeztettem, hogy akkor ezt zárjuk is le, és rátudjunk a 2-es pontra, hogyha így jó követhető mindenki számára. Tehát a határozati javaslat 1-es pontja kapcsán a bizottsági álláspontot teszem fel szavazásra, aki azt a bizottságvezető úr által elmondottakat tudja támogatni, legyen kedves most véleményt formálni róla. Megszületett a egyhangú döntésünk, 11 igen nem és tartózkodás nélkül a bizottsági véleményben foglaltak szerint felhasználást mellett döntött a képviselőtestületünk. Köszönöm szépen, és térjünk át a előterjesztés római 2-es pontja tartalmára. Római 2-es pont vonatkozásában a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta ezen tartalmat. Kérem a bizottság vezetőjét, ismertesse a bizottság javaslatát. Köszönöm szépen. A Szociális Bizottság pont egy hangú volt egyébként a döntés, intézményvezető asszony is jelen volt, de természetesen korábban már történt egyeztetés vele arról, hogy mi is az, amire egyébként szüksége lehet, vagy szükséges lenne az intézményben. Így az a bizottsági állásfoglalás és javaslat született, hogy 3.080.571 forint az általános tartalékalapba kerüljön, és a maradék 6.141.884 forint pedig gépkocsi vásárlása és az újtelepi városrész térfigyelőkamera beszerzésére javasolja a bizottság felhasználni. Köszönöm szépen a bizottság álláspontja ismertetését, és akkor ezen részlet kapcsán kívánom valaki kérdezni. Balázs Sándor képviselő kérdez, parancsolj. Kérdezni szeretnék, hogy ez a gépjármű beszerzés, ez hogy is gondoljátok, hogy hogyan szeretnétek? Tekintettel arra, hogy én is tettem egy javaslatot az én bizottságomban,
arra, hogy cseréljük le azt az óvodai gépjárművet, ami szét van rohadva és közúti közlekedésre már lassan nem alkalmas és lassan lejár a műszakia, illetve azt az utánfutót, ami működésképtelen és nem lehet használni. De ott azt mondták, hogy 1000 más olyan pályázat van, ahol lehet most gépjárműre pályázni. Ha most 1000 más ilyen pályázati lehetőség van, ez konkrétan Tőke László, a bizottságunk tagja vázolta föl, hogy ők is az Egyesülettel ilyen járműre gondolkoznak. Én is személy szerint nem hiszem, hogy nekünk ezt támogatni kéne, ezt a gépjármű beszerzést. A gépjármű beszerzést azt igenis pályázati úton kellene, és ennek még hasznosabb formáját keresni ennek a meglévő összegnek. Tehát kérdezem én, hogy mennyire jártatok utána a bizottságban annak, hogy ez a gépjármű beszerzése érdemes-e ezt a pénzt elkölteni? Ha jól értelmeztem a bizottság elnökéhez irányult a kérdés, akkor átadom a szót. Nem jártunk annak utána, hogy jelenleg van-e az intézmény részére mikrobusz és egyéb pályázat. Az én ismereteim szerint, amit tőkekép vagy a bizottsági tag is említhetett, hogy az egyesületük kapott támogatást, volt ilyen, most nemrégiben zárult le, civil szervezetek részére volt mikrobusz támogatás. Főképpen kis településeken, amire azt hiszem 5 millió forintot vagy 6 millió forintot adtak. A pénzügyi irodával és intézményvezető asszonnyal is egyeztettünk arról, hogy ezt az összeget erre fel lehetne használni. Két jelenleg használatos gépjárművet akkor ők értékesítenének, és megnézik azt, hogy ebből az összegből milyen olyan 9 személyes járművet lehetne beszerezni, ami esetleg ugye még a mozgáskorlátozottak részére is fel van szerelve megfelelően, illetve hogyha egyéb kiegészítő forrás szükséges, akkor megnézik, hogy az intézményben milyen tartalékok vannak. Mivel elmondta intézményvezető asszony is, hogy ezt tudják használni több területen is, nem voltunk kétségbe ezt a dolgot, és ez az összeg rendelkezésre áll. Megkérdeztem én is, hogy nem lehet-e ezt egyéb másra, mondjuk mindent az általános tartalékba rakni, de ezt erre az alapfeladatra kell felhasználni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök asszony válaszát. További kérdés szándékát nem látom. Kíván-e valaki véleményt formálni a római 2-es vonatkozásában? Balázs Sándor képviselő véleményhez parancsoljon. Így megismerve a szándékot, hogy két járművet szeretnének még értékesíteni és az összevont összegből gépjárművet vásárolni, én erre azt gondolom, hogy én mást célt kerestem volna ennek az összegnek. Ha eddig a feladatellátás biztosított volt ezekkel a járművekkel, és nincs az a kész érvel alátámaszva, hogy mi az ok, ami miatt ezeket a gépjárműveket cserélni kell, én akkor azt gondolom, hogy önkormányzatunk jelenlegi helyzetében én az ő intézményükben egy mást célt kerestem volna a felhasználásra. Köszönöm. Ha ismertem szerint a indok egyszerű volt és mondjuk az, hogy markáns, olyan műszaki állapotban vannak a járművek, illetve a feladatállítás kapcsán a műszaki állapotból adódó üzembiztonság olyan mértékű, ami miatt tehát a két jármű műszaki állapot, illetve üzembiztonsága kapott információk alapján olyan mérték, amely veszélyezteti a ellátásbiztonságot, a napi feladatellátást, ezért került kezdeményezésre ez a bizonyos verzió. De időközben jelentkezett intézményvezető asszony, rövid válaszadásra megadom a szót. Annyit szeretnék mondani, hogy a két járművét szeretném értékesíteni. Nagyon sok kilométer futott gépjárművek. Fogyatékos nappali ellátásba számítunk be a településekről az ellátottainkat. Ezen kívül a Család és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsere és a 12 járás 12 településeire az óvoda iskola egy szociális segítőket számítjuk vele. Nyilván ezeket az ellátottainkat és nyilván a dolgozók sem ülhetnek olyan gépjárművel, ami nem biztonságos. Nagyon-nagyon sok pénzbe került az utóbbi egy-két évben nekünk ezeknek a járműveknek a javítatása. Nyilván nem tehetünk azt meg, hogy nem javítatjuk meg, mert a járműveknek menni kellett. Ekkora intézménynél, ennyi feladatellátás mellett, ennyi településen, én úgy gondolom, hogy ez nem egy luxus dolog, hanem erre szükségünk van. Köszönöm szépen. Balázs Sándor képviselő véleményt formál.
Nyilvánvaló, hogy szükség van kettő helyett egyre, ami azt jelenti, hogy ezek a járművek eddig nem voltak kihasználva, mert ha ki lettek volna használva, akkor most kettő helyett egy nem lenne elég. Mert hogyha most két autóval megyünk, gondolom nem egy helyre, akkor az a jármű kihasznál, de ha kettő helyett egy is elég, egyszerű matematika, akkor fel annyi célunk van vele, ne fel annyi helyre jutunk el. De még mind a mellett én szeretném, hogyha mondjuk egy ilyen műszaki adatlapot hozzácsatolnál az én gondolatsoromhoz, ami megmutatnád ezeknek a járműveknek a tényleges műszaki állapotát. Mert az, hogy én azt mondom, hogy egy járműre sokat kell költeni, csat. Mondhatom, akkor is, ha 5000 forintot kell költeni rá, mert hát miért ne nekem az sok. Mondhatjuk a 100 000-nél is, hogy sok, mondhatjuk 500-nál is, hogy sok. De mennyi az? Tehát én azért gondoltam azt, hogy ha most itt nincs egy ilyen műszaki átvizsgálási lapotok, amivel tudnátok nekem igazolni személy szerint, hogy ez indokolt ez a gépjárművásárlás, akkor lehet, hogy én is azt mondanám, hogy oké, én csak annyit fogok mondani, hogy én ezt nem támogatom, ez biztos. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kíván-e képviselőtársunk közül valaki véleményt formálni? Nem látok ilyen szándékot, mivel módosító javaslat nem hangzott el, a bizottság álláspontot teszem szavazásra. Aki az abban foglaltakat véleményezni kívánja, legyen kedves most szavazzon. Szavazásunk eredménye 10 igen és 1 nem, tehát a bizottság által javasolt felhasználása fog sor kerülni. Köszönöm szépen, és elérkeztünk a tárgyalásunk azon pontjához, amikor a nyílt ülésünk befejeződött. Köszönöm munkatársaimnak a kitartó munkát.